ami már el is hangzott a Máté Evangélium 18. fejezetéből. Jézus azt mondja, hogy ha olyanok nem leszünk, mint a kisgyermekek, akkor semmiképpen sem megyünk be a mennyeknek az országába. Máté 18. Abban az órában mentek tanítványok Jézushoz mondván, vajon ki a nagyobb a mennyek országában? <kül> és előállván Jézus, előállítvány Jézus egy kisgyermeket közéjük állítja, és ezt mondta. Bizony, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Most ennyit, és a 19. fejezetben aztán majd még visszatérünk, ott pedig a 13. verstől. Ekkor kisgyermekeket hoztak hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzék. A tanítványok pedig dorgálták azokat biztos azért, mert az előző fejezetben a gyerekeket állított eléjük, berágtak egy kicsit. Nem, ez csak az én személyes Nyilván ők sokkal szentebbek és tisztábbak voltak annál, hogy ilyen meg fejükbe csak megforduljon. Jézus pedig mondta, hagyjátok békén a kis gyerekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyeknek országa. És kezeit rájuk vetette, és eltávozott onnan. Na, tehát a gyerekek, a gyerekek az életünkben. Mit tanulhatunk mi a gyerekektől, felnőttek? Mi az, amit Jézus megosztott velünk, velük kapcsolatban? Az első dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy itt kisgyerekekről van szó. Tehát olyan kisgyerekekről, akik ilyen kettő és mondjuk hat éves kor között vannak. Nagyon jó, hogy a görögben a különböző kifejezések a gyerekekre, azok, azok nagyon jól meghatárolhatók, hogy mi az csecsemő, mi a kisgyerek, mi a tinédzser gyerek, mi a felnőtt gyerek, és most ebben nem fogok belemenni, hiszen erről azért sokat beszéltünk, amikor a gyereknevelés témakörben szó volt. Tehát arról a gyerek típusról van itt szó, akit elénk állít Jézus, aki egy ilyen kettő és hat között lévő gyerek, kor, korosztály szerint, nem tudjuk, hogy kisfiúk vagy, vagy kislány volt, gyerek volt, és az a lényeg, hogy őket hozza Jézus egy olyan mintának elénk, amitől mi tanulhatunk. És azt mondja, sőt, ha nem lesztek ilyenek, mint ezek, ez a gyerek, vagy ezek a gyerekek, akkor nem mentek be az Isten országába. Vajon mit akar üzenni nekünk ezzel az Isten? Az első dolog, amit kiemelnék a gyerekekkel kapcsolatosan, bevezető után, hogy az egész Szentírásban, a Teremtés könyvétől végig, a gyerekről úgy beszél a Biblia a gyerekekről, mint áldásokról. Tehát, hogy ők áldások. A gyerek az áldás. És hát például csak most ugye a Teremtés könyvében azt mondja, hogy megáldja Isten őket, és azt mondja, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a Földet. Tehát az áldásnak az egyik feltétele, vagyis az áldás nem volt feltétele, hanem megáldotta őket is, és utána azt mondta, hogy ez lesz a feladat. Hogy szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a Földön. Vagy a 128. Zsoltár 4. verse, vagy a 127. Zsoltárban is, hogy olyanok a gyerekek, mint a tegzek, a nyila, nyila, ö, ö, mint a nyilveszők a, a, a tegezbe, és ezek a gyermekek, ezek a mi áldásaink, és hogy áldásul lesznek, vagy áldott, vagy te, mondják Jézusnak a, a Jézus születésekor megfogalmányos, hogy áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek a gyümölcse. Tehát most nem akarok ebbe részletekbe belemenni. A gyerekek a Biblia szerint áldások. És ezek az áldások, ezek ö, ö, olyan valóságos dolgok, a, amik, na, akkor az áldásról. Az áldás, az mindig felelősség is. Tehát olyan nincs, hogy áldottak vagyunk, és mellette nincs felelősségünk. Ha te nem akarsz, és én nem akarok felelősséget vállalni, akkor ne keressem az áldást, mert az áldás mindig felelősség. Olyan nincs, hogy kapsz az úrtól egy gyermeket, és az neked nem jelent ö, csak áldást, és hogy az nem jelent kihívást, és hogy az nem jelent ö, nehézséget. Olyan nincs, hogy van egy autód, és az nem jár felelősséggel, hanem ez csak egy jó dolog, egy áldás az élet. Igen, áldás, jó dolog, azért kapod, és azért kapjuk de mint ilyen azonnal felelősséggel jár. Vagy ha van egy házad, akkor az egy felelősséggel jár, az az Isten áldása, de az, hogy te azzal mit csinálsz, az a te felelősséged. És tudod, azt szoktuk mondani, szoktam mondani, tanítani is, amikor erről van szó, hogy az ismeret nélkül az áldás az egy hatalmas teher. Tehát kell egy ismeret, kell egy, egy megértés az áldáshoz és bölcsesség nélkül pedig ítéretté és átokká válik. Tehát ha nem bölcsességgel kezeljük az áldást, az a visszájára tud fordulni. És a Bibliában tudnék sok példát mondani erről. Amikor az Isten megáldja az ő népét, csak most eszembe jut így, egy, és aztán tovább akarok menni, nem akarok leragadni, de amikor azt mondja, hogy az egyiptomiak az összes pénzt, az összes elmaradt nyereséget, amit a, a, az évek során, évszázadok során fe, felhalmoztak, azt mind oda fogják adni nektek. Fel fogom indítani a szívüket, és az összes aranyukat, és az ezüstüket oda fogják adni, és nem jöttök ki üres kézzel. Annyi aranyat kaptak, hogy képzeljétek el, és ez áldás volt? Áldás volt. Nagyon nagy áldás volt <laughs> mindenki számára, és mi lett belőle? Aranyborjú. Na most ha el tudjátok képzelni, hogy mennyikor a mennyiségű arany lehetett az, hogy egy ilyen rendes nagy borjút meg tudtak csak úgy hip-hop önteni belőle. Mi, mi, mi lett a, az áldás? Gyümölcse? Átok. Pontosan az ellenkezőjére fordult. Miért? Mert nem volt, nem volt bölcsességük, nem volt Isten Nem tudták, hogy kezelni a dolgot. Na mindegy, most ez csak egy ha van egy autód, ha van egy autód, és beteszed a garázsba, és ott áll a garázsba, mert nem tudod vezetni, mert nincs ismereted, nem tanultad meg, akkor az az autód, hiába a tiéd, ezt nézegetheted, meg simogathatod, meg vixolhatod, de akkor lesz áldás, hogyha tudsz autót vezetni, beülsz, beindítod, és elmész vele a B-be. És ezért van. És ehhez kell egy ismeret. Ha pedig bölcslenül vezeted az autódnak, vagy használod az autót, mi hogy vezeted bölcstelenül? úgyhogy például azt gondolod, hogy nincs szüksége olajcserére? Hát el kell, hogy mondjam, hogy 10.000 kilométerenként szükség van, 15.000 kilométeren ki kell cserélni az olaja. És hogyha nem cseréled ki az olajat, akkor tönkre fog menni. Na most a gyerekek ennél ezerszer inkább így vannak. A gyerekek áldások. gyerekek ez rengeteg ismeret. Rengeteg bölcsesség, rengeteg empátia, rengeteg minden kell, ami le van írva a Bibliába, hogy ezek a gyermekek áldású legyenek nekünk, és áldású legyenek mindenkinek. Úgyhogy a gyerekekre így kell néznünk. Na, mit kell megtanulnunk tehát a gyerekektől? Az első dolog, és messze nem a teljességről fogok beszélni, de az első dolog, amit ezzel kapcsolatosan, azon túl, hogy tehát az az áldás felelősségét megértettük, akkor azt értsük meg, hogy a gyerekek, mivel most erről a korosztályról beszélünk, tehát nem szeretnék elkalandozni a tinédzserek, a felnőtt gyerekek, vagy a csecsemők, hanem most erről a korosztályról beszélünk, akit mintaként állított Jézus a tanítványai elé. Tehát őróluk van most szó. Ezek a gyerekek, ezek kiszolgáltatottak. Nem száz százalékig talán, mint a csecsemők, de olyan 95 százalékig biztos. Tehát ők egy teljes kiszolgáltatottságban vannak, velünk kapcsolatosan, és őróluk elmondhatjuk azt, hogy ösztön lények. is ösztön lények, és azért vannak ilyen, azért ilyenek, mert ilyeneknek teremtette őket az Isten. Az első és a legfontosabb dolog velük kapcsolatosan, hogy ők teljes bizalommal vannak az ő szüleik felé, vagy afelé a személy felé, aki gondot visel róluk, akik ellátja őket. Ez a teljes bizalom, ez olyan szintű, hogy ez soha nem vetődik fel bennük kérdésként, soha a gondolatukban sincs benne az, hogy mit tegyenek, mit igyanak mit, mibe öltözzenek, mit csináljanak, egyszerűen élik a kis maguk ösztön életét. És ez egy annyira hatalmas tanulsága számunkra, hogy az ő bizalmuk a felé, a személy felé, aki szülte őket, vagy akiknek a családban élnek, tehát mondjuk a szülők felé, hogy ez semmi és senki nem rombolhatja le bennük. Egyszerűen így élnek. Ők, 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 ilyenek. Ők egyszerűen ilyenek és Az irodalom rengeteget beszél most már, hála Istennek. Én beszélgettünk Ibolyával, hogy 40 éves házasok vagyunk, voltunk a héten, és uh, arról beszéltünk, hogy milyen uh, dicsőség az úrnak, tényleg nagy dolog, és uh, nagy dolog, hogy megláthattuk már az unokáinkat is. És uh, és arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes, hogy, hogy Isten így húzalodott be bennünket, hogy, hogy ugye az egész életünk, és ebben még Jézus is minta. Tehát azért szeretném mondani, hogy Jézus pontosan végigment ezeken az állomásokon, és ő nagyon-nagyon jól tudta, hogy mit jelent emberré válni. Hogy a százszázalékos kiszolgáltatottságban jönnek be a világba. Úgy hozza be őket Isten a világba, Jézust is beleértve, hogy gondviselők alá rendeli őket, a gyerekeket. És ez a gondviselés az először, amikor csecsemők, akkor egy száz százalékos gondviselésre van szükségük ahhoz, hogy belőlük valaha felnőtt legyen és fel tudjanak nőni. És egy óriási kínszenvedésen keresztül jönnek a világra, de eltároztam, hogy nem fogok részletekbe menni, de képzeljétek el, ott van az anya még be kilenc hónapig, minden ellátása megvan, egy kellemes közegben van, semmire nincs gondja, hallja a saját szívverését, meg a mamáét, hallja a mama hangját úgy távolról, nem zavaróan. E és akkor ott van, és egyszer csak eljön az idő, amikor vagy elfolyik a magzatvíz, vagy elindulnak a szülési fájdalmak, elkezd fájdalmat érezni. Elkezd fájni, és elkezd elindul egy, egy olyan folyamat, amiről azt se tudja, hogy most ennek mi a vége? Nem tudjuk, hogy mit élnek át ezek a csecsemők, de azt tudjuk, hogy elindul egy nagyon komoly folyamat, aminek a vége, hogy megszületik a világra, és világra jön, az mi történik olyankor, akkor sírniuk kell. Sírniuk kell, mert ha nem sírnak, akkor baj van. És sírnak, ordítanak, kegyetlenül ordítanak, és sírnak, és hát ugye a fiúk meg a lányok között tudjátok mi a különbség megszületés után. Hogy a kislányok mindjárt kinyitják a szemüket, nekem ugye öt van, én tanulja voltam ennek, és néznek, nem látnak még semmit, de néznek minden. És mi, igaz? És néznek nagy szemek, és a fiúk, azok meg mi a francot keresek én. <laughs> Vissza kéne bújni, de hogy akarok én ezt. Ha, nem, hát ez, Nem akar, noel. Na tessék, de tényleg már Gungor mondta ezt, na mindegy. Tehát egyszerűen így van, de bejön a világba, és Jézus is egy ilyen síró csecsemőként jött be a világba. És egy Isten, az atya, a mennyei atya gondoskodott arról, hogy egy olyan családba szülessen, ahol gondját fogják viselni, hogy föl tudjon nőni. Na de nem akarok tényleg ebben. Ez a korosztályú gyerek egy teljes kiszolgáltatottságban van. Tehát ők, ők, ők nem fognak azon gondolkozni, hogy holnap mit fogunk enni. Ők nem gondolkoznak azon, hogy hol fogunk aludni, mert ez nekik természetes. És hála Istennek, és legyen is így, hogy minden kisgyerek, ekkorú gyerek számára ez természetes legyen. Viszont ebből fakadóan semmilyen rossz szándékuk nincs. És nagyon nagy tévedés azt gondolni, hogy ezek a gyerekek eredendően rosszak. Az ember eredendően Hordozza, hordozza az Ádámi természetet, de ha eredendően ezek rosszak lennének, akkor Jézus nem mondta volna, hogy övék az Isten országa. Ezek a gyerekek nem mentek át megtérési folyamaton. Ezek a gyerekek nem mondták el a megtérő megtérőimát. Ezek a gyerekek nem csináltak semmi olyat, ami az amit az üdvösségükért tenniük kellett volna, ezek csak megszülettek. És kisgyerekek voltak, és azt mondta Isten, hogy övék. A mennyeknek az ország. Sőt, utána azt mondja, ha nem lesznek olyanok, akkor ti nem mentek, ők bemennek, de ti nem. El, Elgondolkodtató nagyon, hogy az Isten hogy gondolkozik, hogy mi az Istennek a, az értékrendje. És ö, lehet, hogy egy csomó elméletünket a kukába ki kell hajtani amit olyanokról gondolkodtunk, és olyanokat mondtunk, amik, és tanítottunk én magam is, amik nem állják meg a helyüket. Minden gyermek megszületés az Istennek a, a, az akarata. Minden gyermek Isten akaratába jön be ebbe a világba. Akár hívő szülő gyerek, akár nem hívő, akár ilyen, olyan, minden gyermeknek életet az Isten ad. És az Isten akarta, hogy ezek a gyerekek bejöjjenek a világba. És azok a gyerekek, akik elvetélnek, vagy azok a gyerekek, akik ilyen azok is az Isten akaratában vannak. És meg vagyok győződve, hogy azok is ott vannak az Istennél. Tehát nem elvesztek, hanem ott vannak az Istennél. Aki beszületik ebbe a világba, az nem tud a, nem az Isten akarata szerint ö, születni. És ezért ezt is félre kell tennünk azokat a gondolatokat amik nagyon sokat átjárták, hogy, hogy, most akarta az Úr, vagy nem akarta, az Isten akarta. Azt mondja, sőt, azt mondja, hogy én, aki akarom a szülést, hogy jöttök ti ahhoz, hogy azt mondjátok, hogy, hogy asszony, ne szűj. Az Isten akarja. Na most ezek a gyerekek, ezek feltétel nélkül bíznak. Tehát önálluk a, a bizalom, az nem egy elmélet, hanem a bizalom az egy élet az egy életvitel. És ezzel nagyon nagy mintát adnak nekünk. Mert sokszor mi is a hitünket megfogalmazzuk igeversekbe, gondolatokban, stb. és nem éljük meg. És szerintem Jakab erről beszél, hogy hiába mondod, ha nem éled. Ha pedig megéled, akkor észre fogják venni, hogy van hited. Tehát beszélhetek én a gyógyulásról, beszélhetek én az áldásról, hogyha nincs meg az életemben, akkor ez egy elmélet. Viszont, hogyha megvan az életemben, akkor mindenki tudja, hogy megvan az életedben. Jézusnak nem kellett valamit tennie ahhoz, hogy szembe találja magát egy beteggel, és azt mondja, hogy akarom, hogy gyógyulj meg, hanem kimondta, és az meggyógyult az a beteg. Nem volt kérdés. És sokszor ezért mi próbáljuk a hitünket felkurblizni, de helyes, meg jó, nem ez ellen beszélek, ez fontos. De értsük meg, hogy a gyerekek nem így működnek. A gyerekek úgy működnek, hogy mindent elfogadnak, ami a szülőtől jön. Különösen ez a korosztályú gyerek. Egyszerűen csüngnek a szülő, egy ilyen intravénás kapcsolat van a gyerek és a szülő között, egy ilyen folyamatos rácsodálkozás az világra, az életre, és mindezt úgy teszik, hogy ők ebben teljes bizalommal és teljes elfogadással vannak. És hát ez ez. Ez, ha valami kell nekünk, amit meg kell tanulnunk, akkor ez az, hogy így függjünk mi az Istentől. És ez nem olyan dolog, hogy most kell vagy muszáj, hanem egyszerűen, ha meg tudjuk tenni, akkor ez az életünkben egy elképesztő valóságá válik. És ez nem üdvösségről szól. Jézus azt, azt mondja, hogy térjetek meg őnekik, akkor abból kell megtérniük, hogy a gyerekeket elutasítják ez nem üdvösségi kérdés, hanem ez, egy, ez, a fajta bizalom, ez az istene való kapcsolatunknak, ez a, a velejárója kell legyen, hogy nem gondolkozok a holnap felől, nem félek a jövőtől, nem vagyok bizonytalan, hogy vajon az Isten holnap is rám fogja nyitni az ajtót, vajon ha fölébredek reggel, kapok-e kakaót. Ezek a gyerekek ezek nem gondolkoznak ilyenben, hanem ha nem kapják, ordítanak. ők ezért ösztön lények. Ő ki fogja harcolni. Nem azt fogja mondani, hogy ha nem vagy annyira fáradt anyukám, mert egész éjjel nem tudtál aludni, akkor létszes hozzá egy kakaót, ez ágában, ordít. És addig ordít, amíg nem kapja meg a kakaóját. És a mama nagyon jól tudja, hogy a kakaó nélkül soha nem fog elhallgatni. És ezért siet is megcsináljuk, akkor bedugja a cumit a szájába, és a kis ösztönlény megnyugszik. Mert ő így van behúzolózva. Ő, ő az életének abban a szakaszában van, amikor minden idegszála azon működik, hogy életben kell maradni és meg kell úszni. Ezt az időszakot. Gondoltatok rá? Ilyenek a gyerekek. Meg kell úszni, életben kell maradni, túl kell élni. Ezért ők élni akaró ösztönlények. Olyan kis ösztönlények, hogyha ők nem lennének ilyenek, nem élnék túl. Nem élnék túl. Egyszerűen értsétek meg, hogy ők minden ilyen akadé akadékoskodással, vagy akarnoksággal, vagy erőszakossággal, adott esetben hisztivel csak azt fejezik ki, hogy van szükségük. És erre a szükség nincs betöltve. És ennek a szükségnek a betöltése, a legfontosabb betöltése, maga az anyának a szeretete, meg az apáé. Az, hogy fölvegyék őket. Az, hogy biztonságban érezzék magukat. Az, hogy ők tudják, hogy ha éhesek kapnak enni. Ha kakisak, akkor tisztába fogják tenni őket. Hogyha bármilyen szükségük van, akkor azzal a szülők gondot fognak viselni. És erre fölmondja Jézus, hogy ilyeneknek kell lennetek, hello! És ha nem lennének ilyenek, akkor elfelejtkeznénk róluk. Akkor elfelejtenénk, hogy ott vannak. De jelzik, hogy ott vannak. Ne félj, ne, ne, aggódjatok emiatt. Olyan ösztönlények, akik, akik, akik kiszívják, kiszedik, függetlenül attól, hogy te most éppen hogy érzed magad. Ha neki szüksége van, akkor ő kiszedi belőled. És addig szedi belőled, amíg szüksége van. És ezért el kell mondani, most lehet, hogy nem leszek népszerű, nagyon fárasztóak, rettenetesen fárasztóak. kérdez meg egy három gyerekes anyukát, és ha őszinte, de őszintén kérdez meg, hogy fárasztó-e a gyerek, a gyerekek. Na, ha ő azt mondja, hogy a, nem, akkor, akkor ő a csoda, csodák, csodája. Nem, nincs ilyen. Fárasztóak, kikészítik a szülőket, szívják a vérüket, semmit nem, semmi, sose semmi, nem elég, mindig velük kell foglalkozni, nem lehet lerakni őket. Hát ugye most már, ugye persze eszembe jut a mi, mi időnk is, de hát most már látom az unokáimnál. Hát olyan nincs, hogy pláne idegen közegbe, ahol bizonytalanságban van, akkor leteszi az anyja tíz másodperc, mert le se tudja tenni, már amikor próbálja letenni, már akkor megy a, 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 a hiszti meg a balhé. És persze az egyik ilyen, másik olyan, egyik olyan, amely nyitottabb, az egyik rohan elém, ugrik a nyakamba, ugyanez a korosztály, a másik az így néz. És amikor megjelenek, akkor mindig fölkéreckedik az anyját, megint megjelent ez a mélyhangú nagybácsi. <coughs> és nem mondhatom azt, hogy ő milyen gyereket, nem érzi, hogy jött a nagy miért jött és hogy érzi, esze ágában is nincs biztonságban, és azt szeretné, hogy, 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 hogy fölvegye az anyja. És hogyha én szívesen segítenék, hogy átveszem, amikor már látom, hogy az anyja már alig kap levegőt, meg hogy egy kicsit átveszem, és én, hát hogy tudom átvenni, hát csak gondolom, de dehogy is. Neki az anyja kell. Ő az anyjában nyugszik meg, az, anyja, az anyjának a jelenlétében. És ha az anyja elmegy pisilni, né, képzeljétek, ők is emberből vannak, akkor megint kitör a balhé. És akkor azt mondja, hogy már pisilni se tudok nélküled elmenni. Tehát ők egy ilyen rendes kis húsevő vérszívó lények. Ha most nagyon izé akarnék lenni, undok kis dögök. Akik, akik nem hagyják magukat semmitől befolyásolni, hanem csak egy dolog érdekli őket, hogy minden igényük mindenkor ki legyen elégítve. Hát van gyereked, unokád? Hát valamit sejtesz. Meg sejtjük, hát tudjuk. Mindnyájan tudjuk. És ezeket állítja Jézus példaként elénk? Pont ezeket? Miért nem a tinédzsereket? Ú, hát azok arról ne is beszélünk. Na mindegy. Most az abba, abba, bele nem Tehát ők ilyenek, ők így működnek, és, és elképesztő az élni akarásuk. Elképesztő a tudás szomjuk. Elképesztő a vágy bennük a megismerésre, a megértésre. És el kell nekik százszor mesélni ugyanazt a mesét. És el kell nekik mondani újra és újra azt a dolgot. És utána már ő igazít ki, hogy az nem úgy van. Hát ugye a, a három-négy éves lehetett az egyik unokám, amikor mondtam, hogy hát ez egy, ez egy teherautó. Ez nem teherautó, ez egy tolólapos mit tudom én micsoda, most se tudom. Teherautó, ilyen hülyeség. Vagy busz, az nem busz, az egy, az egy csuklós busz, az egy más. az egy. Értitek? Tehát tele vannak tudásvágyal és elképesztő függőség van a szülők és ők közöttük. És és ugye akinek három gyereke van például, vagy kettő, vagy mindegy, egy is, az is tudja nagyon jól, minnyáján tudjuk, hogy hogy ebben az időben vannak a, leg, a legjobban ekkor kapják a legtöbb impulzus, és ekkor sérülhetnek meg legjobban. És ez az az időszak, amikor a mint a szivacs magukba szívnak mindent, és ez az az időszak az, amikor, amikor felkészülnek, túlélik ezt az időszakot, felkészülnek az életre. Ez az időszak az, amikor, amikor az édesanyák plána egymás után jönnek. Ugye most megint a saját példámmal, hat példálóznak, ugye nekünk a, az öt lány, az öt gyerek hat és fél év alatt született. Tehát ilyen, ilyen 1,3 a szorzó. Na most el tudjátok kézenni, ebből még levonod a terhesség időt, akkor gyakorlatilag euh, tudom, mert volt olyan, hogy, hogy, három gyerekünk volt pelenkás egyszerre. Tehát az egyik még éjszakás pelenkás volt, a másik az már úgy a harmadik meg totál. Tehát, és, és akkor nem ez az eldobható pelenka volt, ugye Uh, hanem, hanem rendesen, uh, rendesen mosni kellett. Tehát nem úgy volt, hogy kidobáljuk, és akkor jön a másik, hanem mosni kellett, uh, el, áztatni kellett, mert ugye a, a, ha belement, akkor azt nem moshattad bele a mosógépbe, stb. És hát ez, ez ilyen, ilyen világ volt. És, ja, hát mi is persze fejlődtünk. A vekerdi a mondja azt, hogy, hogy a, amikor az első gyerek megszületett, akkor mostuk, vasaltuk, és... Uh, várjál, nem. Mostuk, szárítottuk és vasaltuk a pelenkákat. Mert hát ezek ilyen volt, tényleg így volt. Mostuk, vasaltuk, szárítottuk. Amikor a második gyerek szült, akkor már csak mostjuk és has, ö, szárítjuk. Amikor a harmadik is megszület, akkor már csak szárítjuk. Na most van benne bölcsesség, szülők, változunk. Ö, mert ez egy ilyen időszak. Az én nővéreim, amikor mi kicsik voltunk, ugye mi is voltunk pelenkáson, akkor lehúzták a vécén. Nem esett és a mamám csak azt vette észre, hogy a lányokra, a nővérénkre bízott bennünket, hogy tisztába tegyenek, de fogynak a pelenkák. <gül> <gül> és hol vannak a pelenkák? Na jó, hát ez mamám mondom, ez már ismeretlen teljesen. És így is ö, rengeteg a teher. A János 16. 22 ben mond Jézus egy, egy példát. És ott azt mondja, hogy ez a, ugye Közvetlenül már a halála előtt van, és ő azt mondja ott, hogy amikor az asszonyra rájön a szülési fájdalom, akkor, akkor azt mondja, amikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája. De amikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra, az öröm miatt, hogy ember született a világra. Ti is azért, most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét megláttak titeket, és akkor örülni fog a szívetek, és ezt az örömöt senki nem beszél tőletek. Tehát miről van itt szó? Hogy amikor mielőtt megszületik a gyerek, addig van egy szomorúság, hát ugye egy, 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 egy szülési fájdalom, egy nagy kín és nagy fájdalom ahogy a gyerek a világra jön. És utána viszont a megszületett gyermeknek az élménye az elhomályosítja, feledésbe viszi a szülésnek ezt a fajta fájdalmát. Én azt szeretném mondani, hogy ez nem csak a szüléskor van így. Ez az egész életünkben így van. Hogy, hogy mindig van újabb és újabb kihívás, amivel szembe kell nézni, amikor gyerekekről beszélünk. De az újabb és újabb kihívásnak mindig megvan az újabb és újabb áldása és öröme. És minden kihívás után és minden nehézség után, mint a szüléskor is, megjön az áldás és megjön az öröm. És higgyétek el, hogy így van velünk az Isten is. Hogy beleenged bennünket szülési fájdalmakba. Erről beszél Jézus. Mielőtt elmegy. Erről beszél. Beleenged bennünket szülési fájdalmakban. Nem mindig minden uh, rózs uh, vagy vörös szőnyegen megy előre, hanem igenis vannak kihívások, nehézségek, fájdalmak, szükségek, vajudunk, nem értjük az Istent, nem értjük a dolgokat, de mindig jönnek olyan időszakok ezek után amikor újra kivirul minden, amikor újra meglátjuk az ő jóságát, és megjátjuk az ő szépségét. És ha a gyerekekről azt mertem mondani, hogy önzők is dögök, akkor felnőttekről még inkább el tudom mondani, hogy mi Istennel ugyanilyen kis önző nagy dögök vagyunk. És ugyanúgy toporzékolunk az Istennél sokszor, csak már nem is vesszük észre, mert már egy hete imádkoztam egy párért, és még mindig nem adtad meg. Vagy még mindig nem múlt el az a nyavaja az életembe. Vagy ezért, vagy azért, és ott vagyunk az Isten előtt, és képesek vagyunk megharagudni az Isten, és képesek vagyunk, mit tudom én, mit csinálni. Azért, mert nem lett azonnal, abban a pillanatban betöltve a szükségünk. És mit tesz egy szülő? Betölti a gyerekének a szükségét. Mert tudja, hogy szüksége van rá és sokszor a saját jól felfogott érdeme miatt is betörti. És ezért használja Isten a gyerekeket, a mi átformálásunkra. Ezért használja az Isten a gyerekeket, hogy mi alakuljunk át, hogy mi formálódjunk, és miközben, és mindig mondom, miközben tanítod, közben nagyon többet tanulsz. Miközben adsz, sokkal többet kapsz. Miközben áldod, te magad is áldás alá kerülsz. Mert ha Isten áldása a gyermek, és megajándékozott velünk, ö, velük bennünket, akkor az Isten az áldást is oda fogja adni, velük együtt minekünk. Mert jár velük, bocsánat, így mondom, egy csomag az Isten szemében. Az Isten, ha akarja, hogy megszülessen valaki, ha akarta, hogy én megszülessek, akkor én velem együtt egy csomagot készített. És ez a csomag, ez azoké, akikkel én együtt vagyok. És hogyha ugye mondja a régi klasszikus protestáns mondás, hogy ahol Isten báránykát adott, szántóföldet is, vagy legelőt is ad, hát igen, igen, így van, így van. És sokszor a mi áldásunk, a mi áldásunk az abban realizálódik, amit belefektetünk a gyerekeinkbe és előbb befektetünk, és akkor jönnek az áldások. És előbb felvállaljuk őket, és nem utasítjuk el, nem vetetjük el őket, nem gondoljuk azt, hogy őt már nem fogom tudni eltartani, mert már arra a mostani keretem nem elég, és lehet, hogy a mostani kereted nem elég rá. De ahogy megjön ő, mert hittel, akkor majd megjön a keret is. Megjön az áldás is. És erre tanítan, erre is ezek a gyerekek tanítanak meg bennünket és csak meg vagyunk döbbenve azon, hogy mennyire igaz az Isten, és mennyire hűséges az Isten. Amikor azt mondja az Isten, hogy megáldván megáldalak téged, felelősségével együtt, ahogy mondtam, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten gondviselésében, az Istennek az ellátásában ott van, ott van az a csomag, amit ő neked ezen keresztül elkészített. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges szempont, és Jézus ezért mondta például ezt is, hogy ezt a bizalmat, ezt a, ezt a feltétel nélküli elfogadást, ezt a gyerekek bemutatják nekünk, és újra és újra emlékeztetnek azzal, ahogy viselkednek, ahogy kihívják maguknak az áldást, és mindazt az ellátást, amire szükségük van, ezzel tanítanak bennünket arra, hogy mi bátran és nyugodtan legyünk, ugyanilyenek a mennyei atya irányába. És ezért mondja Jézus, hogy legyetek olyanok, mint a gyerekek. Csináljátok úgy, mint a gyerekek. És hogyha úgy csináljátok, csak ugye mi a probléma egy gyerek hite, meg egy felnőtt hite között, hogy a gyerek az megcsinálja, hogy így mondjam, ösztönből, mi pedig elkezdünk manipulálni. Mi pedig elkezdünk már úgymond viselkedni. És amikor meg elkezdünk viselkedni és megtanulunk viselkedni, abban a pillanatban elveszítjük ezt a fajta ős erőt, ami víz bennünket az Istenhez, ami oda ránt bennünket az Istenhez, és az Isten is oda rántja hozzánk. Tehát, ha megkérdezel egy három gyerekes anyukát, vagy a mi esetünkben ugye öt gyerekes anyukát, hogy fárasztóak a gyerekek, akkor ő azt fogja mondani, hogy nagyon fárasztóak. És ezért az anyukáknak kell adni lehetőséget a pihenésre, stb. De van egy megint egy jó hír, ami mennyei atyánk nem fárad el, és nem lankad el a végére mehetetlen szeretete és bölcsesség és elkötelezése irányunk. És ezért irányunkba, és ezért ő minden fogolynak a nyögését meghallja, minden hozzáforduló imát föl meghallgat. Mindenki, aki hozzájön, senkit nem utasít el, nem küld el üresen, nem mondja azt, hogy nincs, elegem van, húzzál el, látni se akarnak, stb. Néha egy-egy szülő, amikor kiborul, már esetleg gondol ilyeneket, ha gondol, nem jön ki a száját, de ha kijön, akkor sincs semmi, teljesen meg lehet érteni, hogy néha kiborítanak a gyerekek bennünket. És ugye mi is úgy vagyunk nagyszülők, Jós Bácsi, nem merő, tudom, hogy ő ez sokkal jobb, de ugye megint azt szokták mondani, hogy a nagyszülők kétszer örülnek az unokának, amikor hozzá, meg amikor viszik őket. Ez így van. Én biztos, hogy így vagyok. És, és, viszont az anyukák nem tudják le, lepattintani, illetve ha hozzák és egy darabig ott hagyják, és égre elmennek, hogy legalább kialudják magukat, akkor pedig ebben, ha tudunk segíteni, akkor ez nagyon-nagyon jó, jól tesszük. Na, tehát a gyerekek azok, ahol ott vannak, és nézzétek meg, milyen érdekes. Egyébként nagyon sok szó van az Új Szövetségben a gyerekekről. Ha megnézed a szótát, akkor több száz előfordulása van gyerekek és gyerekek kapcsolatosan. Ahol ők ott vannak, ott ők elviszik a sót. És ezt nem azért viszik el, mert ők el akarják vinni, hanem azért, mert ilyenek. Tehát egy gyerek nem érdekli, hogy Isten tisztelet van, és csöndbe kell lenni. Ő itt van, és baja van, akkor ordítani fog és ezért a szülő nagy izé közepette, szégyenkezése közepette, kiviszi, vagy be se hozza, mert tudja, hogy ez van. Bárhol ott vannak ezek a gyerekek, ők a, a figyelem középpontjába kerülnek. Ezért nagyon sokszor csinálunk olyan bulit, amikor azt mondom, hogy ha azt akarod, hogy nyugodtan beszélgess, akkor ne hozd el a gyerekeket. Mert tudom, hogy úgyse fogunk tudni nyugodtan beszélgetni, az kizárt dolog akkor biztos, hogy le fogja kötni, nem az egy kezedet, hanem mind a kettőt, meg az egész lényedet, akkor te nyugodtan veled nem lehet beszélgetni, és nem azért, mert mert most így, izé, hanem azért, mert egyszerűen ilyen az ő természetük. Tehát ha ott van egy társaságban két kisgyerek, és ott komoly emberek komoly dolgokról beszélnek, mint ahogy ugye a, a, a Péter említette volt, akkor ott ilyen nincs. Ott a gyerekek viszik a sót azért, mert ők el akarják vinni a sót. Nem azért. Nem azért. A felnőtteknél van, a szangvinikusok azok ilyenek, azok viszik a sót, igen. De a, a gyerekek nem ilyenek, hanem a gyerekek így működnek. És én, én amikor ezt így végig gondoltam, tényleg mondom nektek őszintén újra és újra most, de most, nagy végig gondoltam, hogy micsoda türelmes az én mennyei atyám velem. Hányszor tett tisztába? Hányszor nem az nem hozta ki a sodrásából, sodrából az, hogy én nem odaillő módon viselkedtem. Nem azt csináltam, amit kellett. Nem úgy viselkedtem, ahogy kellett volna viselkedni. Nem értettem, és nem tudtam ezt megtenni. Tudjátok, az Isten ezt mintaként állítja elénk, hogy legyetek olyanok, mint a gyerekek. Legyetek őszinte lények. Mi képmutatókká válunk képmutatókká, poz, pakoljuk magunkat, viselkedünk, fölveszünk nagyon sok minden viselkedési formát, is. utána aztól nagyon meg vagyunk elégedve, hogy mi jól viselkedtünk, és elmegyünk az áldás mellett, és elmegyünk az értékek mellett. Az Isten nem így viszonyul hozzánk. Az Isten azt várja, hogy legyél olyan, mint a gyerek. Hogyha fáj, akkor mondd meg, hogy fáj. Hogyha örömöd van, akkor örüljél hogyha bánatod van, akkor sírjál, legyél őszinte, legyél nyílt, legyél egyenes, legyél tiszta, mint amilyen tiszták a gyerekek. És ettől tiszták a gyerekek. Nem azért, mert nem csinálnak rosszat. Nem azért, mert nem fordul elő az, hogy ők helytelen dolgot tesznek, hanem azért tiszták, mert amit tesznek, a szívből őszintén teszik, még ha rosszul is teszik. És azt jóra lehet fordítani. És egy szerető szülő, és egy megértő szülő, és egy megértő apa azt a jóra fordítja, és megérti belőle a célzást. Nagyon sokáig én is azt gondoltam, hogy miért hisztizik az a gyerek. Nálam ez nem, ez, ez nem működött, ez nem ment el, én mondtam nekem, bármi, de itt hisztizés nem lesz. Uh, uh, és ne, én nem értettem akkor, hogy ez, ő nem, nem azért hisztizik, mert hisztizni akar, hanem azért, mert így tudja kifejezni. De hogy, hogy van egy kisgyerek? Egy kisgyerek először nyöszörög. Aztán jobban nyöszörög, meg már akkor kezdik kifejezni, utána elkezd sírni. És hogyha elkezd sírni, és még mindig nincs betöltve a szüksége, akkor elkezd balhézni. És amíg még mindig nincs betöltve a szükség, akkor ez úgy ordítani, hogy az a lakótelep is hallja, hogy ennek a gyereknek valami nem stimmel. És ez lehet éhség, ez lehet tiszt, vagy tisztá, tisztába kell tenni, ez lehet bármi más. És ő addig teszi ezt a dolgot, amíg nem kapja meg. És erre én azt mondtam, hogy ez egy hisztés, és nem azt mondom, hogy nincs hisztés, hogy nem hisztíznek a gyerekek, pláne, ma, ma én szerintem azért hisztisebbek a gyerekek, de mindegy, adjuk ezt, de ők, ők, kifeje, ők így fejezik ki, fokról fokra, egyre jobban fejezik ki azt, hogy szükségük van. És a felnőttebb gyerekek is kifejezik, de ők már egész másképp amikor nagyobbak lesznek. Ebben most megint nem akarok bemenni, mert nem ez a téma, de ők már lázadni fognak, ők már el fognak menni berugni, ők már el fognak menni narkozni, és ki fogják fejezni, hogy szükségük van. És nincs ez a szükségük, nincs helyes módon betöltve. Mert ha ez a szükségük helyes módon be van töltve, és átélik és megtapasztalják újra és újra a szülőkön keresztül az Istennek a jóságát és a gondviselését, akkor is előfordulhat, hogy kipróbálja magát, de akkor ő megnyugszik. És akkor ő át fogja tudni venni azt, amire neki tényleg szüksége van. De minden gyerek úgy van behúzalozva, hogy függő lényét tette őket az Isten. És a függő lény ez, ez te meg én vagyok, akik, akik segíteni tudjuk, hogy ebben a függésben megkapják mindazt az értéket és mindazt a jót, amire szükségük van. Tehát ők ellopják a sót, ők úgy vannak vele, hogyha bárhol vannak, és nekik bármi bajuk van, akkor mit érdekli őket, hogy most szentséges a hangulat, vagy hogy most most otthon a szülők nagyon komoly dolgokról beszélnek. Őket nem érdekli, akkor berongyol a szoba közepébre, és ordítva elmondja, hogy mi a baja, stb. És mikor nyugszik meg? Amikor a szülő fölveszi, magához veszi, megöleli, megszeredgeti, később is így van, elmondom nektek, már szinte felnőtt gyerekekként is, így van. E, és Dávid is ezt fogalmazza meg, amikor azt mondja, hogy csak Istenben nyugszik meg a lelkem. Tehát egyszerűen azt mondja Dávid, hogy minden jó, minden áldás, minden királyság, a, minden nagyon jó, a maga kihívásaival és a maga borzalmaival együtt, de megnyugodni, csak Istenben nyugszik meg a lelkem. És erre is a gyerekek megtanítanak bennünket, hogy az Isten is így van bennünk. És az Isten is lehajol és fölemel, és az Istenben meg tud nyugodni a lelkünk úgy, Petőfi is megírta, mint a, a Tiszában, amikor a kis siel beléje, mint a gyermek anyja kebelébe. Tehát ez így van. Még egy gondolat, és aztán fogunk imádkozni a gyerekekért. Ők örökre befolyásolni fogják az életünket, és ezt el kell fogadni. Tehát nem úgy van, hogy megszültük, fölneveltük őket, és utána menjenek az útjukra. És most már éljék az életüket. Nyilván, tehát a százszázalékos függőségből el kell jöjjön az a pillanat, amikor százszázalékos elengedés van. Ez, az, ez a normális, ez az életrendje. De azt szeretném mondani neked, hogy soha, de soha nem fogod letudni ezt a szerepkört. Soha. Sőt, ez egyre felelősségteljesebb lesz. Mert a kisgyerek, kis gond, nagy gyerek, nagy gond, ugye azt mondtuk, hogy jó, ez csak az öregeknek a dumája. Nem az öregeknek a dumája, hanem ők nagyon jól tudták, hogy ez mit jelent. Nagyon jól tudták, hogy mit jelent. És nagyon jól tudták, hogy ezt nem tudod lepattintani. Nem tudod lepattintani. Nem úgy van, hogy akkor jó, most izé, húsz éves, 30 éves, na jó, akkor most már letudtuk, és akkor ő megy az útján. Nem, mert az összes terhe gondja, az mindig vissza fog jönni hozzád. Visszajött, és ez nem baj, ez nem, ez, ez nem rossz, hanem, hanem ezt, ezt meg kell értenünk, hogy összecsatolt, összekötött bennünket az Isten ővelük. És ezért örökké velünk maradnak. Tényleg így van. Az örökké valóságban is azt gondolom, hogy meg fogjuk különböztetni így egymást. És tudni fogod, hogy ő hozzá tartozott valamikor, mint a feleséged, vagy a férjed, vagy a gyereket. Tehát egyszerűen ők megszületnek, és akkor ellátjuk őket, és mindent megadunk nekik, hogy fölnőjenek, akkor elérnek egy pontot, amikor ellenünk fognak fordulni, Mindaz, amit beléjük fektettünk, szabadságot, szabadság szeretetet, nyíltságot, őszinteséget, egyeneséget, az először ellenünk fogják gyakorolni, ezt most mondom nektek, ha nem tudtátok volna. És akkor azt gondoljuk, hogy olyan lázadók, ilyen izé, ezért neveltelek, ezt tanultad tőlem, stb. Pontosan ezt tanultad tőled, meg ezt látta tőled. Nem ezt mondtad, csak ezt képviselted. Mert megteheted azt, hogy be, bezárod a kis ágyba 30 évesen is, ez akkor beteg gyereked lesz. De ha belefektetsz, hogy éret legyen, hogy okos legyen, hogy tiszta legyen, hogy tudjon gondolkozni, hogy merjen dolgokat húzni, ott az ő méregfogait azt rajtad fogja először kipróbálni. És akkor van a szülők, amit mindig szoktam mondani, na ez a mi nagy megmérettetésünk, mert akkor válik el igazán, hogy mennyire szeretjük őket. A tékozó fiú is ebben az időben indult útjára. Na, ah, ki kiadod az örökséget? Oj, de jó, na akkor mutasd. Igen, tényleg, na akkor ide vele. És akkor elindult, és azt gondolta, hogy ő majd tudja, és nem tudta. De a se tudta, pedig ő otthon volt. Mindegy. Tehát ezek nagyon lé... és ők már nem kisgyerekek voltak. No, és mivel most már meg is jelentek ezek a kisgyerekek előttünk, csak annyival szeretném tényleg befejezni, hogy pár még tovább is megy. Az egykorintus 7.14-ben. És azt mondja, hogy az az áldás, ne bocsássa el a hívő fél a hitetlen félt, mert megszenteltetik a hívő félben a hitetlen fél, akár férbe, akár feleségben. És úgy zárja le ezt a verset, hogy mert különben a gyerekeitek tisztátalanok lennének, így pedig szentek. Tehát, micsoda? <laughs> Micsodák a mi gyerekeim? Fele más szülőben lévő gyerekek is szentek. Szentek. Elkülönítettek. Istennek szenteltek. Elválasztottak. Ezt mondja Pál. Ugyanaz a szóval, mint a összes többi helyen. Tehát mit mond az igen? Az, hogy egyszerűen ezeket a gyerekeket, na ugye Jézus is ugye azt mondja, és akkor ide illik, ugyanebbe a fejezetbe, akartam olvasni, de most már csak mondom, hogy hát az ő mennyei atyjuk, az ő angyalaik szüntelenül látják a mennyei atyának az orcáját. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy nem minden angyal láthatja a mennyei atyának az orcáját. Nem minden angyalnak van bejárása a szentek szentjébe. Egyáltalán nem. A legfőbb-főbb angyaloknak van. Látom, hogy gondolok, igen, nem, nincs. nincs arról szó, hogy mindig minden angyal oda megy, és ott van. Mert ott nagyon szigorú hierarchia van a mennyben. Nagyon-nagyon szigorú hierarchia. De őről is nem véletlen mondja Jézus. Hát ha ő Jézus azt mondja, hogy az ő angyalék szüntelen látják a ti mennyei atyátok országát, akkor valószínű, hogy vannak olyan angyalok, amelyek nem látják szüntelen a mennyei atyának az országát. Akinek nincs forró drótjuk bemenni az Isten elé, az Isten trónja elé. De a gyerekeknek igen, van ilyen angyalok. És a gyerekeknek, és ezért nagyon érzékenyeknek kell lennünk a gyerekek dolgaira, mert a mi viszonyulásunk a gyerekekhez, és azáltal, hogy ők ilyen, ilyen módon összeköttetésben vannak a mennyel, erre mondta azt, amit a 18-ban valamit a Tomi is utalt rá, hogy igen, jaj nektek, hogyha megbotránkoztatok, megbotantok támkoztatjátok ezeket a kisgyerekeket. Tehát ők szentek, ők el vannak választva az Isten számára. És el szeretném mondani neked, szülő, ha a gyereked most éppen pontosan az ellenkezőjét produkálja, és semmi nem látszik abból, hogy ő el van választva, és semmi nem látszik arról, hogy ő most az Istennek van szentelve, akkor ez kell a te hited legyen. Ez az ige többek között, meg az összes többi, hogy tudod, hogy ők az úréi. Nem azért, ahogy a Péter bizonyságot, és azért is kértem meg a Pétert, mert elmondta, és én is megtapasztaltam, hogy sokszor, amit mi nem tudunk elvégezni, azt egy ifjúsági táborban, egy, egy összejövetelen megérinti őket az úr, az úr elvégzi. És ezt higgyétek el, hogy így van, és az Isten el fogja végezni. Nekem szülőnek, most már ugye nagyszülőnek is, de szülőnek ez a meggyőződésem volt mindig. Akkor is, amikor a gyerekeim nem úgy viselkedtek, újjászületett, szent szellemmel betöltött keresztényként sem, mint ahogy keresztényhez illik, akkor is tudtam, hogy az Úr gondot fog viselni róluk. És ő elmegy oda is, ahova én nem mehetek el, vagy én nem megyek el. És ő ott is ott van, ahol, ahol, ahol én, ahova én az én hatalmam, vagy az én lehetőségem nem nyúlik el. És tudjátok, pontosan így van, és pontosan így volt, és így lesz a te gyerekeddel is. És ezt a hitet soha ne dobd el, mert szülőként a legerőteljesebb hit, amit ne, dobjátok, ugye ne dobjátok el a bizodalmatokat, aminek nagy utalma van, az az, hogy a gyereked, az minden gyermekeid az úr tanítványai lesznek. És ez, ez, ez a mi örökségünk. Tehát ha Isten rád bízott egy gyereket, és ti Minnyáján követtünk el hibákat, minnyáján csináltunk rosszakat, stb. A, mert nem értettük, stb. stb. De az Isten, aki nekünk adta ezeket a gyerekeket, az Isten garanciát vállalt arra, hogy ő meg fogja tartani őket, mert ők már akkor szentek, amikor mi még nem láttuk őket annak, és mi nem gondoltuk őket annak. És mi nem voltunk arra fölkészülve, hogy ezek a szent gyerekek ilyen szentségtelenül is tudnak viselkedni. És tudnak. De ez megint ugyanaz, hogyha te az Isten fia, az Isten gyermeke vagy, azért mert, bocsánat, mert szaros vagy, attól még az Isten fia vagy. Azért mert bepisíltél, azért még az Isten fia vagy. Azért mert rossz dolgot csináltál, ne csináljátok mert kiszúrtok magatokkal, nem jó büdösnek lenni. De ha megtetted, akkor is Isten fia vagy. Az Isten nem mondta azt, hogy kidoblak akkor a kukába, mert szaros gyerek nekem nem kell. Mint ahogy te se csinálod meg a gyerekeddel, hanem tökéletesen tudod, hogy most azért ordít, mert már nyakik szaros a perenkája. És akkor fogod és tisztába teszed, és a gyerek megnyugszik, és túljut a szülési fájdalmon, amit mondtam. Tehát az egész életünk erről szól. Hogy mindig csinálunk valami olyat, mint ahogy a gyerekeink is csinálnak olyat, minden korosztályban, minden korcsoportban, mindenkor csinálnak olyat, amivel nem értünk egyet. Ami nem jó, de akkor is a mi gyerekeink. Az öreg Jákob egyetértett azzal, hogy a testvérei majdnem megölték az öcsüket. Hát fogalma sem volt róla, hogy mi, 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 mi van a családban. Fogalma se volt. Tehát ez nem a kicsi gyerekekről szólt a felnőtt meglett emberekről, a Jákob fiairól. Mert hát ugye egy gyerek meddig, na mit gondoltak, hány éves korig gyerek a gyerek? Mit? Mi, a, meddig a szülője? Nincs korhoz kötve. Lehetett a Jákob már száz éven fölül, és akkor a gyerekei ilyet csinálnak. Volt egy nazarinus bácsi, 96 éves volt, és egyszer elesett a biciklivel. 96 évesen és megtiltották a gyerekei, hogy most már nem ülhet biciklire. És azt mondta a kisöreg, ez a taknyos gyerek azt mondta, hogy én nem ülhetek. Na most ez a taknyos gyerek, ez 75 éves volt. Akkor is gyerekek maradunk. Ha 150 éves a papa, akkor mi 100 évesen is gyerekek maradunk, vagy 130 évesen. Nem tudta a Jákob. Nem tudta, hogy mi zajlik, illetve lehet, hogy voltak kérdés. Nem tudta, hogy majdnem megölték és eladták a Józsefet. A testvérei, a felnőtt gyerekek, a teljes tudatuk birtokában. Minden korosztályban mindig meglesznek a kihívások, amiknek nem mindig fogunk tudni eleget tenni, de aki az úrban bízik, azt az Isten megsegíti. És ezért Jézushoz odahozták a gyerekeket, és amikor odahozták őket, akkor azt olvassuk, hogy kezeiket rájuk vetve megáldotta őket, és továbbment. Tehát őt nem zavarták a gyerekek, sőt nagyon tökéletesen tisztába volt azzal, hogy mit jelent gyereknek lenni. Ádám nem tudta, mit jelent gyereknek lenni. Ádám nem volt gyerek. Ilyen értelemben, ebben az értelemben. Ádám egy valószínű, hogy amikor Jézus azt mondják, én is ezt fogadom el, és én is így gondolom, hogy amikor Jézus 30 évesen elkezdte a szolgálatát, akkor volt körülbelül annyi idős, mint Ádámot, ahogy megteremtette az Isten. Tehát el tudom képzelni, hogy Isten, amikor megformált ezt a gyönyörű embert, az Isten... Keze munkájának a remek művét, akkor, és ő fölült, akkor ő egy ilyen 30 év körüli, nem tudom pontosan, de el tudom képzelni, hogy ilyesmi lehetett. De Jézus az előtte való időt is végigcsinálta.